Török Szent Miklóson a Szivárvány utcában az éjszaka közepén csaptak fel a lángok. A tűzeset során eltűnt a tető, az ajtók és ablakok pedig szó szerint kirobbantak a helyükről. A 7 gyermekes család pizsamában menekült ki a lángok martalékává vált otthonukból. Vagy felgyújtották, vagy valakit lefizettek azok, akik csinálták ezt. Megjöttek megverni bennünket karddal, pisztollyal. Mindenük odaveszett a hatalmas lángokban, amelyet csak a helyszínre riasztott tűzoltóknak sikerült eloltania. Iskola felszerelés, ruhájuk, pénzük, ennivaló, főznivaló, mindenük beleinket, mindenük a világon. Hát nézze meg, hogy milyen. A tűz következtében az ingatlan lakhatatlanná vált, az ott élő 9 tagú családot az önkormányzat szállásolta el. Az esetet követően a nagymama rettegve nyilatkozta televíziónknak, hogy korábban életveszélyesen megfenyegették őket. A nagymama szerint egy veszekedés miatt akarták megölni őket, ezért gyújtották rájuk a házat. Olyan is volt, hogy fegyverrel támadtak rájuk. Elejétől úgy történt, hogy az öcsémet megvertik, az unokaöcsémet, és ebből történt. Utána este jöttek ránk karddal, pisztollyal, és meg akartak ölni bennünket. Ennyi. És hogy gyulladt ki a ház? Hát fogalmam sincs. Azt mondtam most az elébb, hogy... A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint azonban a tűz az elektromos hálózat hibájából keletkezett az ingatlanban.